Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. A Vörösmarty Színházban mutatták be Péter Schäffer Black Comedy című bohózatát. A darab Mohácsi János rendezésében került színre. Peter Schäffer a szexuális forradalom előtt írta a Black Comedy című bohózatát. Brinsley a fiatal szobrászművész vendégségbe várja menyasszonyának katonatiszt édesapját, és ugyanezen az estén szeretné bemutatni alkotásait egy milliómos német nőgyűjtőnek is. Egy váratlan áramkimaradás miatt azonban várt és nem várt vendégei a sötétben egyre inkább úgy kezdenek viselkedni, mintha tébolydából szabadultak volna. Embertelen mennyiségű munka kell hozzá, rettenetes mennyiségű csuklózás szintű. Azt mondtam a színészeknek a minap, hogy itt körülbelül annyi gyakorlás kell, mint amennyi egy hangszeres embernek, tehát mint amennyi egy zongoristának vagy csellistának kell, tehát olyan szinten kell biztosnak lenniük, rettenetesen melóznak benne, tehát nagyon sokat, de még mindig nem éri el azt, tehát ma még ugye ezen a főpróbán még nem ért el azt a fokot, amit én majd szeretnék, tehát érdemes majd visszanézni. Jól van, Mr. Miller? Jól, csak lefejeltem a hazatérő ikaroszt. Mennyire tudtam, hogy ez lesz. Ez egy hétköznapi történet, ez benne a borzalmasan vonzó, ugye nagyon vonzó az alapötlete, de minden ilyen vígjátéknál és minden tragédiánál is nagyon figyelünk arra a öcsémmel, akivel a szövegeket írjuk, Isóval, hogy a hideget és a meleget egyaránt kapja a néző, mert ha csak az egyik hőmérséklet jön, akkor eltűnik a dinamika a színpadról, és akkor egy borzalmasan olcsó hatásvadász bohózatot fogunk látni, amelyik állandóan a nézők nevetését akarja kicsikarni, és ebben a néző elfárad. És igazából úgy, ahogy a Buster Keatonnál is az a nagyon-nagyon mókása, hogy ahogy hihetetlen rezignáltan veszi tudomásul a borzalmas nagy bajokat, itt is az kell, hogy nagyon-nagyon fegyelmezetten azzal a rettenettel foglalkozni, hogy mi van az, hogyha otthon másfél óra elmegy a fény, és vaksötét van. És hát ez nem csak vicceseket hordoz magába, ami persze, de hát azt is, hogyha onnan nézem, de azért a szereplőknek ez nem egy humoros történet, tehát bármennyire is sikerült valami jó feloldást találni a végére, de azért ez teli vannak gonddal és problémával. És azok a problémák lesznek hihetetlenül nevetségesek bizonyos szituációban a néző számára. A jelentős munkát igénylő darabban a szövegnek és a fizikai mozgásnak tökéletesen kell egybeesnie a megfelelő pillanattal, ezt kidolgozni ilyen rövid idő alatt különös koncentrációt és teljesítményt kíván. Igazából csak gyakorlás és gyakorlás, olyan hatalmas lélektani, megfejtendő dolgok ebben az előadásban nincsenek, ez gyakorlatilag 90 vagy 100 perc szintiszta technika. Az, hogy a végszavak és a különböző bútorok, a tárgyak, azok mindig ott legyenek, ahol kell, vagy ahol nem kell, hogy lenniük. Tehát ezt tényleg idegtépő módon 0-24-ben próbáltuk, hogy tehát 5 mondat az fél óra volt kb. Így az átlag próba tempó. Rengeteget szöszöltünk ezzel. Te mozgok! A kis viking malónak most van a mobil korszaka, pedig mióta mondom neki, hogy a mobil lejárt lemez. Most még annyira ott vagyok, hogy most kezd összeállni igazából a fejembe. Nem is állhatott még össze eddig, azt gondolom, szóval az alatt, az idő alatt, amennyi most rendelkezésünkre állt, és az anyagnak a mennyisége az még nem tarthatott, hogy én már ebben lubickoljak. Most én iszonyatosan koncentrálok gyakorlatilag minden pillanatban, és az ezután sem lesz másképp, csak akkor már talán valamennyivel könnyebb lesz, és valóban el lehet kezdeni úgymond lubickolni is. Bár igen, az kívülről kell látni, hogyha szerintünk ő lubickol, de közben ő belül nagyon dolgozik. Az ifjú szobrász Binsley Miller és menyasszonya Carol Melkett
akinek szerepében Baller Biancát köszönhetjük, néhány drága antik bútort kölcsönöznek engedély nélkül szomszédjuktól, hogy lenyűgözzék egyrészt Carol katonatiszt édesapját, másrészt a Brinsley munkáinak megtekintése céljából ugyanazon estére vendégségbe hívott Williamos műgyűjtőt, ám a váratlan áramszünet, a szomszéd idő előtti visszatérése, valamint a fiú ex-szeretőjének hirtelen felbukkanása miatt az események kicsúsznak a fiatalok irányítása alól. Nekem az nagyon nehéz volt, hogy ez az egész igazából olyan, mint egy ilyen cirkuszi mutatvány, egy tánc koreográfia az egész, hogy nagyon sok mindenre kell koncentrálni, hogy megadott szövegre oda kell érni, hogy nekem sokszor van hasonló megszólalásom, és hogy melyik rejben mi van, vagy hogy melyik ital után mi készül el, akkor nagyon nehéz, hogy ugye nagyon pontosnak kell lenni, és hogy megy egy főszólam, ugye, és akkor abban jönnek ilyen alsó, apró, rövid megszólalások, és hogy azok nagyon pontos, jó helyen jöjjenek be, és hogy jó mozgásra, és hogy jó tempóban. Ez volt a legnehezebb, talán nem is ez a sötét játszás, vagy az, hogy a sötétben, hogy mennek, vagy hogy hogyan viselkedünk, meg hát igazából azt a részét azt szerintem még így lehet gyakorolni, hogy éppen sötétben kieleződik a hallásunk, vagy a látásunk, hogy akkor hogy vagyunk jelen, de talán tényleg ez a koreografikussága, ez a pontossága az, ami a legnehezebb, hogy nagyon be kell gyakorolni, és hogy nagyon tudni kell a mozgásokat, az eséseket, szinte az egész, mint egy ilyen mutatvány, viszont ugye egy lazaságot igényel, tehát ugye lazának kell lenni, nekünk is élvezni kell, hiszen akkor lesz ez élvezhető. A sok virtuálisan és a valóságban is sötétben tapogatózó emberek bohózata egyben az opportunizmus és a hazug élet komédiája, ahol a komikum és a tragikum kézenfogva jár, ahol a szereplők utálják a saját életüket és a többieket is. Nem tudják, hogy mi van, de egyre jobban forr bennük a düh, annyira, hogy a végén még gyilkolni is tudnának. Ezt már elkezdtük tavaly évvégén próbálni, azért, hogy tulajdonképpen teljesen flottul működjék az együtt, mert nagyon nehéz tulajdonképpen azt játszani, hogy nem lát az ember semmit, mint ahogy a sötétben, ugyanis ha az ember mellett elmegy valaki vagy egy kéz, automatikusan fókuszál az ember, és akkor lebuktunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat kellett ezzel foglalkozni, és hát az volt az a szerencsénk, hogy a rendező ezt már kétszer rendezte, tehát rendkívül képbe volt, és nagyon-nagyon sokat tudott nekünk ebben segíteni, mi mindenre figyeljünk, és mivel ő írta át a szöveget, ezért tulajdonképpen milliméterre haladtunk, és úgy értünk el a végére, tehát így lehetett összepasszintani ezt a dolgot. Az áthallásos történetben rendezőnek és színésznek sikerült a darab minden komikus és tragikus ízét felvonultatnia, és árnyaltan, erős színekkel bemutatni a színpadot benépesítő figurák játékos keserves életét. 4.283.000 forint gyűlt össze az önkormányzat hagyományos jótékonysági estjén. Az összegyűlt pénzösszeggel idén a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Székesfehérvári csoportját, valamint a Székesfehérvári Család és Gyermekjóléti Központot támogatják. A báli szezon nyitányaként 8. alkalommal rendezte meg jótékonysági estjét városunk önkormányzata. Székesfehérvár legjelentősebb karitatív eseményének bevételéből ebben az évben a jótékonysági borárverésen, az adventi jótékonysági futáson és a támogatók felajánlásából összegyűlt pénzösszeggel a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Székesfehérvári csoportját, valamint a Székesfehérvári Család és Gyermekjóléti Központot támogatják.
Most már szép hagyományt is sikerült ezzel teremteni, hogy itt az év elején a Fehérvár estéjjel kezdjük el az esztendőt, az első igazi nagy társasági esemény, de úgy, hogy közben azok, akiknek van lehetősége, hogy részt vegyenek ezen az estén, és segítsenek, támogassanak másokat, azt meg is tehetik ennek az estének a keretében, hiszen ez egy jótékonysági célokat is maga elé kitűző rendezvény. Ráadásul kapcsolódik az advent első hétvégén megrendezésre kerülő jótékonysági futáshoz is, az advent időszakában, az adventi futás. Ott is több mint 300-an, közel 400-an csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és most is 140-en, 150-en itt lesznek az estéjén. Nagyon sok fontos a városban működő partnerünk csatlakozik évről évre ehhez a rendezvényhez, magánszemélyként is, cégenként is kiállva azon ügyek mellé, amit Miklós Erikával a közgyűlés közösen eldönt. Ez ebben az évben a családok évéhez is kapcsolódóan a Nagycsaládosok Egyesületének támogatása, tehát nagycsaládosokat fogunk támogatni, hogy élményhez juttassuk őket családként is, és különösen a gyermekeket. Másodszorban pedig a családsegítő központ támogatásán keresztül olyan családoknak nyújtunk segítséget, támogatást, akik azt gondolom, hogy különösen január-februárban, a hidegben, a télben erre rászorulnak. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most is kellő segítséget, támogatást tudunk nyújtatni ennek a két célnak, de mellette persze abban is bízom, hogy aki ma este ide eljön, jól fogja magát érezni, jól fog szórakozni, jól fog egymással beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan téma fog a beszélgetések során előjönni, ami fontos ennek a városnak. Építik ezt a várost, és építik különösen ennek a városnak a közösségét. A jótékonysági esté háziasszonya az ötletgazda Miklósa Erika volt. A Kossuth Díjas operaénekes visszatekintett az első karitatív székesfehérvári estére, és örömét fejezte ki, hogy a társasági esemény színvonala évről évre nő, amit mi sem mutat jobban, mint a résztvevők népes tábora. Ez a legnehezebb, megszólítani a gazdasági élet főszereplőit, de azt gondolom, hogy ha az ember úgy gondolkodik, hogy minőségben, magas színvonalban és jó ügyekben, akkor azt szerintem a világ legtermészetesebb dolgának kell, hogy legyen, ahogy évszázadokkal ezelőtt is, hogy a mecenatúra mindig ott van, oda teszi magát, megmutatja magát, és segít a rászorulókon. Ez Székesfehérváron is így történt 8 évvel ezelőtt, szerencsére, hogy igen, sikerült a kultúrán keresztül úgy megszólítani a nagy mecenatúrát, itt a környező nagy szereplőket, a gazdaság nagy szereplőit, hogy évek óta változatlanul ez csak bővül ez a kör, tehát nem csökken, hanem bővül, és ez nagyon jó, és itt vannak, és bíznak bennünk. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, a bizalom. Az imént a sajtótájékoztatón egy nagyon fontos mondat is elhangzott, hogy ragaszkodtál ahhoz a kezdetekkor is, hogy a színvonal ne csökkenjen. Most a meghívott vendégek természetesen neked köszönhetően ezt mindez idáig teljesítették. Most viszont itt van velünk egy legenda, Szarka Tamás. Hogy sikerült megnyerni őt ennek a jótékonysági estnek? Talán az, hogy a velém vetett bizalma elsősorban, nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt egy-két évben együtt Tamással, és mondhatom azt, hogy a zenéje rabjává váltam, és mindig állítozom arra, hogy ír nekem valamit, és ez szerencsére így is van, hogy időről időre kapok valami kis dalocskát, vagy valami átiratot. Szóval számomra, és bocsánat, hogy ilyen kifejezéssel élek, de olyan Tamás, mint egy táltos, mint egy sámán, aki nagyon erős hatással tud lenni a környezetére, az emberekre. Ugye nem titkolt, hogy zeneszerző, költő, zenész, tehát minden egybe. Egy fantasztikus előadó, tehát egy olyan aura lengi körül, amit az ember mindig csak így művészként is, és szerintem nézőként is vágyik arra, hogy a közelébe legyen. A támogatott szervezetek nevében Sebők Justina, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete székesfehérvári csoportjának vezetője, és Tisztl Henrik, a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője köszönték meg az adományt, amelyet szakmai programjaik megvalósítására használnak fel. Konkrét terveink azok még nincsenek teljesen kidolgozva, így annyit árulnék el erről előzetesen, hogy azokat a programjainkat szeretnénk megtámogatni ebből az összegből, amelyek a kötelező feladatainkon túliak. Tehát nagyon sok olyan
tevékenységeket végzünk családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatás keretében, amik kötelező feladatok. És nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a prevenciós feladataink, illetve különböző rendezvényeink, programjaink nagyobb számban és hatékonyabban tudjanak a következő években megvalósulni, amiket már elindítottunk, elkezdtünk. Ez az egyik része annak, amire a támogatást használni szeretnénk. A másik része pedig az, hogy 2017-es évben indítottuk el az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet Székesfehérváron. Ezt a tavalyi évben kiterjesztettük a székesfehérvári járásra, és az idei évben is tovább erősítjük ezt. Ennek a feladatnak a bevezetésével kapcsolatban is szeretnénk különböző programokat és eseményeket rendezni, létrehozni, és ez is egy olyan irányba, amit nagyon szeretnénk ebből a támogatásból sikeresebbé tenni, finanszírozni. Az idei, a 2019 évi szakmai programjainkra kapjuk ezt a támogatást. A már hagyományos programjainkat szeretnénk kicsit szebbé tenni, illetve esetleg új programokat. Ilyen hagyományos programjaink voltak az országos találkozón részvétel, régiós találkozókon való részvétel, havi szinten kézműves foglalkozásokat tartunk, de ez általában mind önerővel készült, és esetleg így anyagilag jobban tudnánk és színvonalasabb rendezvényt létrehozni, illetve esetleg szeretnénk olyan rendezvényeket is, amit nyitottá tennénk a város többi családjai számára. Tehát, hogy nem csak nagy családosokat, hanem aki egy-két gyerekkel rendelkezik, vagy esetleg családtalan, de érdekli az, hogy család, szívesen várnánk. Zöld erdőben, zöld mezőben sétál egy madár. Kék a láb, zöld a szárny, jajből gyöngyön jár. Hívott engem úti társnak, el is megyek én. Volt egyszer, de nincs már senki, kiért maradni. A rendezvény vendégei ebben az esztendőben is színvonalas kulturális műsornak lehettek részesei. Miklósa Erika ezúttal a Gimes legendáját, a Kossuth díjas Szarka Tamás nyerte meg az ügynek, aki a Cserta Banda kíséretében szerzett felejthetetlen pillanatokat az est vendégeinek. Különleges hely számomra. Ugye az alapiskolában valamikor azt hiszem, hogy a harmadik vagy a negyedikbe megmutatták nekem az első magyar leírt sort. És abban Fehérvár benne van, mégpedig Székesfehérvár benne van. Tényleg az, hogy ma este egy vadonatúj helyen játszunk vadonatúj zenekarral, mert ez a formáció, amiben játszunk, ez vadonatúj lesz. A zenék is vadonatújak egyébként, de a városnak a patinája az a régi, és én úgy látom, hogy egyre inkább visszatalál a város oda, mert hogy én messziről így láttam, hogy volt egy jó pár évtized, amikor ez egész egyszerűen el lett felejtve. És most meg nem. Most meg úgy látom, hogy a fehérváriak törődnek azzal, hogy mi történik a városba. Megint a helyén kezelik és értékelik. Ezt még egy ilyen város, egyébként ugye magyar város, Kárpát-medencében is egyáltalán nincsen, hogy elsőként lett említve a neve, és így például az az este is, ahol az egész egy jótékonyság tulajdonképpen, na de ez egy könnyed formában történik, úgyhogy persze nyilvánvaló, hogy mindenkinek az életében van egy csomó olyan, amikor a kellemetlent összekötjük a haszontalannal, tudnánk erről mesélni. Na ez az este nem az. Itt a kellemeset kötjük össze a hasznossal. Köszönöm szépen, hogy ezt mondta. Még egy kérdés mindenképpen. Ön szerint, mint közszereplő, mi mindent kéne tennünk a hétköznapokon, hogy sokkal több ünnepünk legyen? Én azt gondolom, hogy csak egy kicsivel többet. Óriási fogadalmakat nem kell tenni, nem is lehet, meg aztán fölösleges, de maga az, hogyha törekszünk arra, hogy például, hogy a segítség, a segítség az emberben benne bujkál állandóan, úgy születtünk. Szeretünk segíteni, ez nem igaz, hogy nem. Az nekünk jól áll, lelkileg is. Nyugodtabbak vagyunk. Vagy önzésből, vagy nem, teljesen mindegy egyébként. De ez természetünk, tehát nincsen ezzel semmi gond egyébként, úgy látom én. Nagyon sok minden jó
úton halad. Magyarországon, de ezt fölvidékiként mondom, mert én nem Magyarországon lakom, hanem fölvidéki vagyok, az is maradtam oda is, onnan jöttem most el ma, este oda megyek vissza, mert ott lakom, és onnan látom, az én szemüvegemen keresztül látom így. Aztán kinek milyen szemüvege van, ugye? Hát az egy másik kérdés, nekem ilyen van. Úgyhogy elég, ha csak megtartjuk azt a jót, ami van, és egy picit törekszünk mindig a még jobbra, de én úgy látom, hogy teljesen okafogyott, hogy ezt mondom, mert érzi ezt, nem csak Fehérvár, de szerintem egész Kárpát-medence. Úgyhogy nem is kell eszet adni az embereknek, időt kell adni. Például ilyen estéket. Ezek az esték megmutatják azt, hogy hogyan lehet, hogy van módunk segíteni. Egész egyszerűen néha elmegyünk mellette. Nem is veszük észre, nem tudunk róla, és esetleg befelé fordulunk, hiszen befelé is fordulunk, tudunk mi befelé fordulni, magyarok különösen. Ezek az esték meg arra jók, hogy kinyissunk, lássuk, hogy mások segítenek, akkor én is akarok segíteni, akkor ők is segítenek, és akkor ezek ilyen kis iránymutató, kis iránytűk ezek. És nem is olyan kicsik természetesen, hiszen úgy hallom, hogy nagyon sokan lesznek. Maga az esemény csodálatos. Miklós Erika, úgy tudom, hogy ővé a gondolat, hogy ez egyáltalán, de már jó pár éve megy, hogy ez megy, hogy ez megszületett, és hadd mondjam még én is azt róla, hogy egyébként én messziről követtem a pályafutását, még nem tavaly találkoztunk először a Miskolcon az Opera Fesztiválon, és ott nagyon összebarátkoztunk, és hát egy ekkora vehemenciával egy világsztár itt tulajdonképpen Fehérvár vonzás körzetében lakik, mondhatni. Ez szerintem ez is emeli az egész, mert én zenészként hadd mondjam, hogy emeli a város fényét. A vacsorát követően a neves borász Miklós Csaba irányításával jótékonysági borárverést is tartottak, amelynek 4.283.000 forintos bevétele tovább növeli az idén támogatott szervezetek számára szánt támogatást. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk legközelebb itt a Paletta magazinban. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!